Na, sziasztok, sziasztok, kedves emberek, én Dombi vagyok, és ez itt a GTA San Andreas Mythosok és Legendák 7. évadának az 5. része. Egy, mondjam, másfél hónap kiadás után. Nem inkább kiadásnak mondanám ezt, hanem inkább egy kis szünetnek, ugyebár szünetre ment egy pillanatra, egy hosszabb szünetre ment el a San Andreas Mythosok és Legendák. Magyarázattal csak annyival tartozom, ugyebár, hogy most az Európa Bajnokság árnyékába lépvén. Nagyon keves időt szakítottam egyébként erre a sorozatra, de most itt az idő arra, hogy folytassuk. És a mai rész egy nagyon lájtos rész lesz, hiszen a címéből, illetve a képből láthatjátok, hogy az Epsilon programról lesz ma szó, ami hát igazából felolvasom nektek, mert igazából én sem tudok sok mindent erről. Szóval, hogy a valós hátterrel is utána rátérünk a játékra. Tehát az Epsilon program a görög E betűről kapta a nevét, lehet, hogy utalás az Epsilon Team nevű titkos görög társaságra. 1987 Dragnet filmben két rendőr nyomoz egy bűnügyben, ahol a bűnbandát egy reverendás ember vezeti, a hangja hasonlít Chris Formage hangjára. Az összes bandatag egy szektához tartozik, és több fura rituálét végeznek a filmben. A többi jelenetben hallható egy nyugodt háttérzene, ami hasonlít az Epsilon program weboldalán hallható zenére. A filmet Los Angelesben forgatták, és néhány jelenet az Observatórium környékén játszódik. Ez a hely kapcsolódik az Epsilonhoz a játékban. A játék 1992-ben játszódik, amikor Chris azt mondja, hogy a Föld 157 éves, ezek szerint a létrejött 1835-re tehető. Ebben az évben jelent meg a Mormon vallás, aminek a számos szektás beütése van, hát igen, igazából több információt nem tudtunk meg. Mindegy. A San Andreasban viszont kézzelfoghatóbbá válik a szekta, ugyanis az Epsilonos járókelőkkel találkozhatunk, a hátizsákos turisták azok, ha beszélnek a szektát emlegetik. Az alábbi térkép alapján egy háromszögben belül. Na, erről a képről beszélek. Igen, ez látható egyébként, ez a Epsilon programnak a izéja, ahol gyakran előfordulnak a hátizsákos emberek. Itt látható az Epsilon Farm, illetve a San Fierroban található egyébként ott a parton. És olvassuk tovább. Blueberryben a zölden jelölt dolgok az Epsilon program weboldalán található információk alapján a szektához tartozó dolgokat jelölik. Az oldala leírják a csatlakozás menetét, melynek minden eleme igaz a Rand Countyban található Blueberryre. Köztük a titokzatos éjszakai kékfényeknek is. Igen, ugyebár a furcsa fények, az a kék fények, azok állítólag az Epsilon programhoz tartoznak, az a jelképük. A tagok, a szekta alapítója és vezetője Chris Formage, a San Andreasban egy rádiós vitája Leslie Jones-szal és Darius Fontaine-nel. A szekta sok hírességet megnyert magának, köztük Samantha Moldont, aki látványosan átért a buddhizmusról a kabalára, majd az Epsilon programra. Egy hét alatt valamint Jazz Torrance és Mazer zenészeket, akiknek a drogfüggőségük besegített a szekta, Billy Dextert, a WCTR műsorvezető, és valószínű, hogy tag, amivel a műsorban gyakran mondja, hogy Kiflom. További követői fel vannak sorolva a szekta weboldalán. Az Epsilon nem csak a GTA San Andreasban, hanem a GTA Vice City Stories-ban is megemlítik, illetve a GTA 4, illetve az 5-ben is. Ezeket is felolvasnám nektek. A GTA 4-ben Tier Hobos Wo Believe Aliens Trying to Take Chair Spam Pedestrians Wo Cry Oh No TV. Igen. Ez nincsen lefordítva. Mindegy. Akkor maradjunk a GTA 5-re. A GTA 5-ben ugyebár nagyon sok szerepet kapott maga a szekta. A főadészállásuk a Los Santos Rockford East kerületében, a Spanish Avenue-en található, egy templom szomszédságából Michael-nek a otthona közelében van. A GTA 5 elején a híradóban hallhatjuk, hogy a legfelsőbb bíróság visszautasította az Epsilon program Los Santos, igen, és utána már nincsen ez lefordítva. Ezen kívül Michael tagja lehet az Epsilon programnak, és ehhez tartozó küldetéseket is végezhet. Ehhez meg kell nyitnia a program weboldalát, és válaszolni a kérdőívre. Ezután a következő küldetések válnak elérhetővé. Ezt nem látjátok. Ha az összes küldetést elvégezte, Marlon Allen felveszi a kapcsolatot Michael-lel, és megkéri, hogy találja meg a 10 Epsilon traktort.
Ezeket meghatározott sorrendbe kell összegyűjteni a Mami által, Márni által megadott rejtvények alapján. Minden track begyűjtése után a 9. paradigma végre olvasható lesz Michael szemben az Epsilon weboldalán. És ennyit tudtam csak elmondani az Epsilon programról. És nem csak a hátizsákosokat kell egyébként megemlítenünk, hanem a fodrászszalonos emberkét, a tarajas fodrász, tehát aki a Verona Beach-es fodrászszalonban dolgozik, megkérdezi, hogy be akarunk-e lépni a közösségbe, illetve a vallásról is. Szóval lehetséges, hogy az Epsilon programnak a tagja. Először a hátizsákosat fogom kinyomozni, és utána jött a fodrász, szóval ezek lesznek a mai részben. Nem igazán hosszú rész ez, de a következő rész az nyilván hosszabb lesz, úgyhogy jó szórakozást kívánok ehhez a 6-7-8 perces videóhoz, úgyhogy jó szórakozást kívánok hozzá. Sziasztok! Interest you in some religion? Do you need spiritual guidance? I just got my gym toe. Careful, brother uncle. Down and let me reinvent you. Epsilon smiles on you, Uncle Brother. Kiflam and Kaboog, Uncle Brother.